Mai nap egy kedvenc témámat merészeltem előhozni. Egy nagyon kedvenc témámat, mert el kell árulnom egészen őszintén, hogy mikor engem megbolondított a biológia tanárom a gimnáziumba azzal, hogy hogyan láttunk, hogy hogyan hallunk, hogy hogyan működik az emberi test, azt mondtam, hogy ennél szebb dolgot még nekem senki nem mondott, és akkor lemondtam arról, hogy gépészmérnök vagy építészmérnök legyek, és azt mondtam, hogy ez tényleg tetszik nekem. És bár a nővérem hülyére tanulta magát a felvételére, ugye, mert ő is orvosira ment és be is jutott, hát én is letettem a fenekemet és elkezdtem tanulni, és nem hittem, hogy lehet annyit tanulni, mint amit a nővéremtől láttam, de aztán kiderült, hogy lehet. Mert ha az ember azzal foglalkozik, ami érdekli, ami leköti, hát akkor nem vesz észre, hogy tanul, vagy hogy dolgozik, vagy ilyesmi. És a déjà vu élmény ez az egész mai napomra jellemző, mert a mai napomat is végig dolgoztam egész mostanáig, és úgy belefeledkeztem a dolgokba, hogy ihaj, de hát mindegy. Ez az én hozzáállásom ahhoz, amikor valamit elkezdek csinálni. Szóval az agyalapi mirigynek a vizsgálata a germán gyógytudomány szemmel egy teljesen új helyzetbe teszi azokat a magyarázatokat, amik a szabályozással fügynek össze. Mert a leggyönyörűbb dolog ebben az emberi testben pontosan a szabályozás. És ha megértjük, hogy az idegrendszerünk és a hormonális rendszerünk hogyan szabályozza a szervezetünket, hát akkor valami nagyon szép és csodálatos dolgot fogunk megtapasztalni. Elmondtam azt is, hogy az egyik kedvenc szabályozó rendszerem az pontosan a női biológiai ciklusnak a szabályozása, mert az is összekapcsolódik, ott is az idegrendszer is, a hormonális rendszer is, és együtt hoznak létre valami nagyon-nagyon szép biológiai csodát, de az agyalapi mirigynek a hatása az viszont az egész szervezetünkre kiterjed, és a hormonális rendszerről van egy összefoglaló, amiben szó van erről, meg még egyéb dolgokról is, most csak röviden a szabályozás örömére és gyönyörűségére szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. Természetesen, hogy ez a germán gyógytudomány tükrében, hát ez már teljesen másképpen hat, mint ahogy azt addig tudtuk, és én remélem, hogy ez a rácsodálkozás és ez a felismerés öröme, ez nem csak engem fog a mai este eltölteni, hanem mindenkit, akinek, ahogy Hammer doktor mondta, akinek szíve és józan esze van. Hammer doktor fantasztikusat alkotott, és az a döbbenetes, hogy az öt természet törvénnyel minden, de minden megérthető, ami a szervezetünkben történik. Ez valami döbbenetes. És csak az öt természet törvényt kell valójában megismerjük ahhoz, hogy az egész működésünket mondjam úgy, hogy alapszinten megértsük. És a jó hír, hogy ehhez még egyetemi végzettség sem kell. Csupán nyitott fülekre és egy kis figyelemre van szükségünk, hogy mindezt megértsük. Természetesen ez akkor jön össze, hogyha hajlandók vagyunk egy kicsit félretenni mindazt, ami az eddigi tudásunkat, ismeretünket jellemzi. Mert a legnagyobb akadálya valami újnak az elfogadásában pontosan az, hogy bele akarjuk erőltetni az eddigi tudásunkba, és abban nem illik bele, akkor inkább nem is foglalkozunk vele. De Hammer doktor pont arra mutat rá, hogy az eddigi tudásunkat kell átírnunk ahhoz, hogy megértsük, hogy valójában hogyan működünk. Az első természettörvényben Hammer doktor pontosan rámutatta arra, hogy hogyan alakul ki egy betegségnek nevezett értelmes biológiai különprogram a szervezetünkben. Ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés, és ez az alapja annak, hogy megértsük a betegségek kialakulásának a mechanizmusát, és ha ezt tudjuk, akkor természetesen már azt is fogjuk tudni, hogy mit tegyünk azért, hogy meg se betegedjünk. Az első természettörvény, ami 1981 őszén lett nyilvánosságra hozva, rámutatta arra, hogy
a nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások, amelyekbe benne maradtunk, és magányosan éltük meg, elszigetelten, azok fognak az agy közvetítésével elindítani egy szervi elváltozást. A lelki megrázkódtatás a magyar nyelv sajátossága, valójában egy pszichés megrázkódtatásról van szó, vagyis van egy félelmem, ehhez kötök egy gondolatot, és ebből lesz egy olyan biológiai program, ami szervi szinten megnyilvánul. Minél intelligensebbek vagyunk egy félelmi helyzetben, egy váratlan eseményhez, annál több gondolatot tudunk hozzá kötni, asszociálni, és ebből adódik, hogy egyetlen konfliktusra is akár több betegségnek nevezett értelmes biológiai különprogramot fogunk elindítani. És tudnunk kell, hogy ezek nem betegségek, ezek nem ellenünk történnek, ezek nem istenverései. Nem a büntetés eszköze a betegség, hanem a tudatlanságunknak a következménye. Azért, mert eddig nem tudtuk, hogy az, ami a szervezetünkben történik, az egy ilyen félelem fel nem oldásából adódik. És ezért az első és legfontosabb megoldás az életünkben, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Zárjuk le érzelmileg. Mert amikor én nem tudok megbocsátani, amikor én tovább duzzogok, amikor haragszom, ez mind-mind az én érzésem, és ez engem fog megbetegíteni, mégpedig most. És hiába fogjuk a félelmeinket kihelyezni a jövőbe, az is most fog megbetegíteni, illetve minden múltbeli fel nem dolgozott érzés is most betegít meg minket, ha most kerülünk újra hasonló helyzetbe. Szóval a lélek-agyszervtengely egy paradigmaváltás a medicinában, jó lenne ezzel mindenkinek tisztában lenni, és ha még csak feltételesen is, de el kéne fogadni, mert utána ezt mindenki letesztelheti a saját életében. Nem kell ehhez semmilyen állatkísérlet vagy statisztika, mindenki tudni fogja, hogy egy bizonyos megélésre milyen biológiai változást indított el a szervezetében. Tehát legyünk szívesek a mai napunkat is lezárni békével, és akkor meg fogjuk oldani azt, hogy meg se betegedjünk. Akár mennyi kellemetlenséget élünk meg egy nap, azt legyünk szívesek lezárni. Mindig fel kéne fedezni belőle azt a csöpp jót, ami benne van. És igen, itt bejön a taoista filozófia, bejön a yin-yang elmélet, amiben benne van az, hogy a legnagyobb yangban is van egy picike yin, meg a legnagyobb yinben is van egy picike yang. Tehát nincs olyan rossz, amiben valami jót ne fedezhetnénk föl. És hogyha nem tudjuk felfedezni természetes az első pillanatban, akkor adjuk meg magunknak azt a nyugalmat, hogy semmi probléma most nem találom, de eljön az idő, és meg fogom érteni, hogy ami ma történt velem, annak mi az értelme az én életemben. Én így tudtam megoldani azokat a helyzeteket, amelyek hát kellemetlenül értek engem, ami már gyerekkoromtól fogva. Sose gondoltam, hogy olyan rossz vagyok, hogy engem ver az Isten. Arra gondoltam mindig, hogy a jó Isten nem ver, mert jó. Tehát akkor valamit én még nem értek meg, de majd eljön az idő, és megértem. És ahogy visszatekintek az eddig eltöltött éveimre, rájövök arra, hogy mindennek, ami akkor kellemetlenség volt, megvolt az értelme, nem csak a biológiában, hanem az életemben is, és ha ezt így meg tudjuk magunknak keresni ezeket a válaszokat, akkor fogunk rájönni, hogy ez tényleg így van. Természetesen Hammer doktor se fedezte fel 1978. december 7-én azt az ér, hogy mi értelme volt annak, hogy a 19 éves fia meghalt a karjai között. Bele is betegedett, heredaganata lett természetesen, és nem tudott se 2 perc alatt, se 2 hét alatt, se 2 hónap alatt kilépni ebből a történetből, de a feleségével, akihez fantasztikus szerelem kötötte, és aki szintén orvos volt különben, a dolgokat megbeszélték, kibeszélték, egymást segítették abban, hogy túl tudják tenni magukat 19 éves fiúk elvesztésén. Ha visszatekintünk a történetekre, a Hammer doktornak nem hal meg a
19 éves fia a karjai között, akkor nem tud minket megajándékozni ezzel a fantasztikus felismeréssel, ami az öt természettörvényt jelenti. Az első természettörvény felfedezése után Hammer doktor röviddel utána már a második természettörvényt is felfedezi, hiszen ebben a tünetek osztályozásában rájön, hogy valójában hideg és meleg tünetek azok, amelyek a különböző kórképekben ismétlődnek, és a hideg tünetek mindig a fel nem oldott konfliktust követik. Tehát amikor azt mondom, hogy stresszes az életem, amikor nem tudok elaludni, amikor feszült vagyok, ideges vagyok, és nincs étvágyam, és nem táplálkozom rendesen, és magas a vérnyomásom, és a többi, és a többi. Tehát ezeket a stresszre jellemző tüneteket szerintem már mindenki érti, és már megtapasztalta az életében, tehát különösebben nem kell magyarázzam, hogy milyen az, amikor valami nem úgy történt, ahogy mi elképzeltük, vagy olyasmi történt, amit el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen megtörténhet. Igen, ezeken a lelki állapotokon túl kell tennünk magunkat, de ameddig ez nem sikerül, addig már a biológiánk, a testünk biológiai szinten segítséget ad itt a konfliktus aktív szakaszban. És ez egy nagyon-nagyon értelmes dolog. Aztán, amikor megoldjuk a konfliktust, akkor jön a biológia rendezése, helyreállítása, és ez lesz az, amit betegségnek nevezünk, mert ilyenkor vannak tüneteink, gyulladásnak minden gyönyörűsége, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, lézer, amit szerintem már mindenki tud, hogy mit jelent magyarul, tehát, hogy ha felszínen van piros, hogy duzzad, hogy fáj, hogy meleg, és hogy nem működik rendesen az adott természet, az adott végtag, vagy az adott testrész. A duzzanat nem csak szervi, hanem idegrendszeri szinten is megjelenik, ebből lesz a fejfájás, mert itt is minden lélek-agy-szerv szinten megy végbe természetesen, és amikor eljutunk az epileptoid krízisbe, akkor fog megtörténni az agyirelének a helyreállítása azáltal, hogy a víz, a benne lévő folyadék kipréselődik, a szöveti szinten is kipréselődik, több lesz a vizeletünk, mint a megivott folyadék mennyiség, és természetes, hogy itt fogunk különböző, hát kellemetlen tüneteket észlelni, megtapasztalni. Természetesen ezeknek a tüneteknek a hevessége csak attól függ, hogy mi meddig ültünk a konfliktus aktív fázisban. Tehát minden itt a DHS pillanatában dől el, hogy mit indítok el, és rajtam áll csak, hogy mikor állítom le. Az epileptoid krízist követi a hegesedési fázis, hiszen a rendezett, a helyére rakott sejtek itt megerősödnek, és kialakulnak a hegszövetek, és hogyha tudom, hogy ez az egész hogyan zajlik le, akkor tényleg megnyugszom, és megvárom a gyógyulásomnak a végét. Nem akarok olyat tenni, amire se kedvem, se energiám nincsen. Ha egy extrém fáradtság kap el a hegesedési fázisba, akkor elfogadom, hogy most a szervezetemnek pihenésre van szüksége. És tegnap kérdezte valaki, hogy mikor szoktam pihenni, hát mindig, megértem, mindig, mikor elfáradok, én lepihenek. Tehát arról nincs szó, hogy túlhajszolnám magamat, viszont a lelkesedésemet nem tudom visszafogni, mert amikor az emberben lelkesedés van, akkor azt jelenti, hogy jelen van a pillanatban. Mondhatnám azt is, hogy érzi, hogy Isten vele van. A második természettörvény, tehát Hammer doktor egy grafikonban ábrázolta, ezt nevezzük Hammeri iránytűnek, és ez egy nagyon-nagyon lényeges ábrázolása a biológiai programok lefutásának. Ezt az ábrát jó lenne megjegyezni. Hammer doktor is megszállottan folytatta a kutatást, megkereste, hogy akkor a tünetek alatt miért az történik, ami történik, és ahhoz, hogy ezt megértse, hát az alapokra kellett visszalapozni, mégpedig az embriológiára, vagyis az egyetfejlődésre, amiből természetes minden orvos vizsgázott. Ez azzal a 9 hónappal foglalkozik, ami a megtermékenyítéstől a születésig telik el mindannyiunkkal az anyamében. A szervezetünket sejtek építik fel, amelyek működnek, és ezért a túlélés érdekében vagy a sejteket szaporítjuk, itt a sárga mezővel jelzett részben, amikor ősagyi programokat indítunk, szaporítunk sejteket a cél érdekében, nyilván minél tovább vagyok a konfliktus aktív szakaszban, annál több sejtet fogok felépíteni,
és ezeket a felesleges sejteket le fogjuk bontani a megoldási szakaszban természetesen, mert egyetlen sejtünk sincs, jelen pillanatban sem feleslegesen. A lebontott sejtek nem a kukába mennek, nem is fogjuk kiizzadni őket, hanem a nyirokrendszerünk fog segíteni ezeknek az átalakításába, újrahasznosításában, ezért lesznek a környéki nyirokcsomók duzzadtak, és nem azért, mert áttét lenne bennük. Ez a gyógyulási folyamatnak egy természetes velejárója, tehát nem megijedni kéne, ha egy daganat mellett nyirokcsomókat tapintunk, hanem örülnünk kellene annak, hogy éppen a gyógyulási szakaszban vagyunk, még akkor is, ha szenvedünk, mert fáj. Nos, amint mondtam, az alapokat az embriológiában találta meg Hammer doktor, és itt látjuk a képen a három csíralemez harántmetszeti képét, természetesen grafikusan ábrázolva a Hammer doktor színeivel, a sárga, narancs és piros színekkel. A sárga színnel jelzett belső csíralemezből alakul ki minden, mondjam úgy, ami belül van. Az egyik a tájnyilástól a végbélnyilásig terjedő hosszú cső és a hozzátartozó mirigyek. Ez a tápcsatorna, ami természetes a falat konfliktusokat fogja megoldani számunkra, de nem csak a táplálékkal kapcsolatos falatok jelentenek falat konfliktust, hanem minden olyasmi, amit én úgy élek meg, hogy ez nekem kell, ezt én meg akarom kapni. Ez mind tápcsatornán belüli programot fog elindítani. Pedig lehet, hogy fizetésemelésről van szó, lehet, hogy örökségről van szó, vagy az is lehet, hogy meg szeretnék szabadulni valami nagyon kellemetlen dologtól, ezért szarul érzem magam, és akkor a széklet megszabadítása fogja elindítani azt a programot, amit vastagbél daganatnak nevezünk. De nem csak kenyérrel él az ember, ezt már régóta tudjuk. A túléléshez kell nekünk a táplálékon kívül még víz, meg levegő, meg fény, meg hang. Ezeknek a falatoknak a megszerzését is az agytörzs irányítja, a megfelelő szervekben is szövet szaporítással, tehát ha valakinek halálfélelmi konfliktusa lesz, a tüdőszövet szaporítását indítja el természetesen. Vagyis a tüdőben soha nem áttéteket fogunk találni, hanem a diagnózis sok következtében fellépő halálfélelem szervi megnyilvánulását. A középső csíralemezből a mezodermából származó sejtjeinket a kisagy és a nagyagy fehérállománya irányítja. A kisagyba mindig a vélt vagy valós támadások okozta félelmek fognak becsapódni. És megint csak felhívom a figyelmet, hogy nem teszünk különbséget valóság, álom és illúzió között. A félelem elegendő ahhoz, hogy elindítsam az irhának a túlszaporítását adott helyen, vagy éppen a burkoknak, a hashártya, mellhártya és szívburoknak a szaporítását. Ha pedig túlzásba viszem a gondozási konfliktust, vagyis túlzásba viszem az aggódást, egy szeretett élőlény sorsa véget, akkor a melldaganatot fogom elindítani, és ez a két oldalsó szélső hámeri gócit bejelölve pontosan a két emlőmirigynek a reléjét jelzi, és itt már szóba kerül, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, és ennek megfelelően fog kialakulni a jobb vagy a bal mellében a megfelelő szövetszaporulat az adenokarcinoma a tejtermelő mirigyek túlszaporodásával. Az kisagy és az agytörzs tartozik tehát az ősagyhoz, és mind a kettőnél azt látjuk, hogy szövetszaporítással indítják a biológiai programot, majd a megoldásba tehát ezeket lebontjuk a felesleges sejteket. A fehérállomány valójában ide tartozik a kéreg alá, ez a nagyagy, a két idegi rész együtt alkotja a nagyagyat, mert ugye a kéreg alatt ott van a fehérállomány, ezt itt most külön látjuk narancssárgával jelölve. Az ide becsapódó félelmeink, amik mindig önleértékelésről szólnak, szervi szinten is önpusztítást végeznek, vagyis itt a programot szövetek sorvadásával indítjuk, és a sorvadás azt jelenti, hogy a mozgással kapcsolatos szöveteink lesznek leginkább érintve, tehát a csont, az izületek, inak, az izmok, az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő és nyirokerek, valamint a kötőszövetek, ahova a zsírszövet is beletartozik. Soha nem jár fájdalommal ezeknek a szöveteknek a sorvadása, de a visszaépítése már igen,
és a program végére többet fogunk visszaépíteni, mint amit lebontottunk, hiszen pont ez a biológiai értelme, hogy ha valami nem szolgálja a túlélésem, akkor azt elbontom, és építek helyette erősebbet. Persze, hogyha erősebb lesz a csontunk, mint volt, akkor arra majd rá fogják fogni, hogy az egy oszteoszarkóma. Ha erősebb lesz az izomzatunk, mint volt, rá fogják fogni, hogy az egy rabdomioszarkóma. És folytathatnám ezeket a speciális megnevezéseket, de nincs értelme, ezek csak akkor alakulnak ki, ha egy programot sokszor indítunk el egymás után, akkor természetes, hogy a túlszaporodásnak már látható nyomai lesznek. Az agykéreg piros színnel jelölve a külső csíralemezből származó sejtjeinket fogja igazgatni, vagyis a kültakarót, a bőrünknek a legfelszínesebb részét, ami az elválasztási konfliktusok szervi megnyilvánulásának a helye. Tehát mindig, amikor azt élem meg, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, vagy átöleljenek, stb., az a bőr felszínt fogja érinteni, és a bőrbetegségekről amúgy egy külön webkonferencia is van, de az elválasztási konfliktusokról is, mert természetesen sokkal többről van itt szó, mint csupán a bőrnek az elváltozásáról. Az agykéreg a birtokkonfliktusokat is irányítja, és ezek az agykérgi birtokrelékbe csapódnak be. Ezeket látjuk itt megjelölve baloldalt, illetve jobboldalt egyet a sokból. Valójában ezek a konfliktusok azért szükségesek, vagy azért van biológiai értelmük, mert ezek fogják eldönteni egy csapaton belül a hierarchiát, ugyanis egy csordán belül csak egy alfa hím és egy alfa nőstény van. Azért ezt ne felejtsük el, az embereknél ez nem így van, de a konfliktusok azok ugyanúgy megvannak nálunk is, akár csak az állatoknál. Ezek a konfliktusok, a váratlan, hirtelen megijedés, ami rémület, félelmet okoz, és ide fog becsapódni. Aztán a birtokféltés, azaz ellenoldalra csapódik be. Ha kettőt együtt fogjuk megélni, akkor bizony kialakul az aszmás krízis. Alatt ez a két nagyobbik, jobban kidomborított felé a szívkoszorú ereknek a vérellátását szabályozza, ugyanis a birtok vesztése az ide a jobboldali férfias birtok zónába csapódik be, és a szívkoszorú erek tágítását fogja elindítani, ami viszont már a kezdetekben fájdalommal jár, ez az angina pectoris, vele szemben pedig a szexuális konfliktusok becsapódási helyét fogjuk találni, de ez nem csak a mély nyak, vagyis a mély száj nyálkahártyáját érinti, hanem a szívkoszorú erek vénás részét is, ami a gyógyulásban tüdő embóliát fog okozni. A férfias oldalon a szívinfarktusnak nevezett korkép alakul ki, ami nem a szív izomnak az infarktusa, hanem a szívkoszorú érnek az infarktusa, de ezt majd természetesen részletekből megtudjuk, amikor megfelelő webkonferenciát megnézők. Nem folytatom tovább a birtokzónákat, azt tudni kell, hogy a fel nem oldott konfliktusok viszont viselkedésváltozáshoz vezetnek. Nem csak itt van viselkedésváltozás. A fehér állomány szintjén van viselkedésváltozás, kisagyi szinten, sőt, agytörzsi szinten is. Ez egy külön történet, ez egy könyvre való anyag, amiről itt szólni lehet, és ne felejtjük, hogy az agykéreg az, ami egyben a működésváltozást is indítja a bizonyos szervi szinten. A fel nem oldott konfliktusok fogják a krónikus betegségeket okozni. Senki nem lesz krónikus beteg, ha naponta lezárja a konfliktusait, a félelmeit. Viszont ha nem oldjuk meg, akkor vagy túlzásba megy a szövetszaporítás, vagy a szövetsorvasztás, vagy pedig a működésváltozás blokkolása. Ha nem történt meg érzelmileg a feloldás, akkor a sinek majd gondoskodnak róla, hogy ismét, meg ismét, meg ismét ez az egész program újra induljon. Ezeket recidíváknak nevezik a rendelőbe, a germán gyógytudományban ezt policiklikus lefolyásnak nevezzük. Hisz látjuk, hogy egy ciklus többször ismétlődik. A függő gyógyulás pedig megmagyarázza számunkra azt, ha valakinek szűni nem akaró fájdalmai vannak, állandóan gyulladás van a szervezetében, folyamatosan fáj neki valamilyen ízülete,
Miért fáj? Azért, mert a konfliktusát nem oldotta fel érzelmileg, ezért az optikai sínek újraindítják ezeket a programokat, ezek a kicsi kék szakaszok mindig a síneket jelölik, és természetes ez elakasztja a folyamatban levő gyógyulást, majd újraindul a gyógyulás, majd újraindul, csak nem fejeződik be. Természetesen be tud fejeződni. Nagyon rövid idő alatt, ha tisztázzuk magát a konfliktust, és hát hogy is mondjam, tudatosítjuk és elengedjük érzelmileg. Ebben segít a más studenten még ennek a hallgatása is. A harmadik törvénnyel szinte egy időben fedezte fel Hammer doktor a negyedik természettörvényt is, ami már a bennünk élő mikroorganizmusokról szól, melyekről Louis Pasteur idejéből tudunk, amikor is a mikroszkópot felfedezték. Pasteur azt állította, hogy a bennünk élő, bennünk található kór okozók, azok az ellenségeink, de amint kiderült, azért Rothschild és Rockefeller családok megtámogatták abban, hogy ezt állítsa, és a kutatásait ebből a célból finanszírozták, de a halálos ágyán elárulta azért Louis Pasteur, hogy nem éppen úgy van, ahogy állította, mert mindig a millió, vagyis a környezet számít, és nem a bennünk élő baktérium. Csak erről már elfelejtettek minket megtanítani, még az egyetemen is, de a megfelelő forrásokból ez mind elolvasható. Nos, a kérdés csak az, hogy akkor mi hogyan tekintünk a bennünk élő gombákra, a gombabaktériumokra, baktériumokra és vírusokra. Valóban ellenségek vagy barátok? Mit keresnek ők a szervezetünkben? Természetes, hogy a gombák és a gombabaktériumok fogják lebontani a felesleges sejteket, amikor megoldunk egy falat, konfliktust, vagy éppenséggel egy vélt vagy valós támadást, vagy egy hosszú ideig tartó aggódást. Teljesen normális, hogy ők segítenek. A természetben is a gombák segítenek lebontani a kidőlt fákat az erdőben. A baktériumok és a vírusok pedig segítenek visszaépíteni a lesorvasztott sejtjeinket, amelyek az önleértékelés, az elválasztási konfliktus, vagy a birtokkonfliktus során indultak el. Vagyis ha valakinek kimutatják a humán papilloma vírus idézőjelbe tett fertőzést, akkor csak a féltékenységet kell megoldja, és eltűnnek a felesleges vírusok, vagy éppen a bosszankodást kéne megoldani, és már nem lenne hepatitis C a világon. A jó hír tehát az, hogy ez is csak tőlünk függ, és természetesen, ha nem ülünk sokat egy konfliktus aktív fázisban, akkor ezek a segítők sem fognak túlzott számba elszaporodni. A testünkön kívül lévő kórokozók, azok tényleg kórokozók, csak kérdés, hogy ezek hogyan és miként jutnak be a szervezetünkbe, vagy juttatják be a szervezetünkbe. A szervezetünk erre fel van készülve. Van megfelelő védelmi rendszerünk, akkor is, ha ezt csak az utóbbi, nem tudom én, azt mondjam, most 20-40 évbe fedezték fel körülbelül, nagyjából, legyen 50 év, teljesen mindegy. Amióta ember van a Földön, azóta tud a külső tényezők ellen védekezni. És itt említeném meg, hogy a külső tényezők is hatnak a szervezetünkre természetesen, de ezeket azon a szinten kell megoldani, amilyen szinten ezek keletkeztek. Mi a különbség a külvilág tényezői és a belső megélésünk által kiváltott értelmes biológiai különprogram között? Nagyon egyszerű. Amit én egy érzelmi alapon indítottam el, annak lesz lenyomata az agyi relében, tehát lesz Hammeri góc. Egy balesetnek vagy egy mérgezésnek nem lesz Hammeri góca az agyban. Tehát nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. A hiányos táplálkozás, a különböző vitaminhiányok, fehérjehiányok nem tartozik ide, a mérgezés, a baleset, a kemoterápia, sugárkezelés és orvosi műhibák. A baleset következtében megélhetek én több félelmet is természetesen, az már az, amit érzelmileg indítottam el. A balesetet különben mindig akkor indítjuk el, ha nem vagyunk jelen a pillanatban. Az ötödik természettörvény teszi fel a koronát Hammer doktor felfedezésére, hiszen rámutatta arra, hogy a DHS az egy fantasztikus pillanat
mert rögtön a biológiám elindít egy túlélő programot, mégpedig pont azt, ami az én megélésem volt. Mert ez az egyetlen valóság a biológiai testünk számára. Ezért van az, hogy ugyanarra a történetre mindenki más és más programot fog elindítani, például, hogy elveszti a munkahelyét, vagy éppenséggel szorult anyagi helyzetbe kerül, vagy éppenséggel elhagyja a párja, vagy megcsalja, vagy bármi. Tehát akármilyen váratlan esemény történik az életünkben, mindenkinek lesz, mondjam, az egy bejáratott rutinja, egy programja, amiként ezt lereagálja, és ha valaki mindig önmagát hibáztatja mindenért, akkor természetes, hogy megcsinálja a folyamatos önleértékelésből a krónikus leukémiát. Szóval a lényeg az, hogy nézzünk ki az ablakon, és fogadjuk el, hogy minden, ami él, az élni akar. Ennek a lényege az abban rejlik, hogy a szervezetünkben minden sejtünk a helyén van, és soha nem fognak elmászkálni egyik helyről a másikra, nem fog egyik átalakulni másik sejté. Ez egy biológiai képtelenség, hiszen a csiralemezeket már senki nem fogja magában megtalálni, csak az azokból kialakult sejtjeit. És akkor lássuk a rövid összefoglalóját a szervezetünk irányításának. Ez a legizgalmasabb része az egész biológia működésének. Tudod, hogy van idegi és van hormonális irányítás. Ez a kettő egymással közösen és egymásra visszahatva működik. Pontosan a Hammer doktornak a konstellációkról szóló könyvében, illetve fejezetében írja le azt, hogy nem csak a konstellált állapotoknak van egy olyan hatása, hogy megváltozik a hormonális rendszernek is a működése, hanem a hormonális rendszer változása is visszahat az idegi működésekre. Szóval leegyszerűsítve van idegi és van hormonális irányítás. Az idegi irányítást már is két részre oszthatjuk. Van a tudatos része, amit mi érzékelünk a külvilágból, jövő információkat érzékeljük az érzékszerveink által. Ezt a részét az idegrendszernek, a szomatikus idegrendszernek nevezzük, és ennek alapján fogjuk eldönteni azt, hogy üss vagy fuss. Igen ám, de amikor ütni vagy futni kell, akkor ahhoz bizony erőre van szükség, és a konfliktus aktív szakaszban mit fog történni? Hát a vegetatív idegrendszernek a szimpatikus része fog aktivizálódni, ezt láttuk a kék színű mezőben ábrázolva. Vagyis a szimpatikus idegrendszer lesz az, ami a nappali túléléshez hangolja össze a szervek működését, és minden hirtelen fellépő váratlan eseményre, ez fokozottan az ingerlékenysége által azokat az életfeladatokat, életfunkciókat fogja támogatni, ami ahhoz kell, hogy ütni vagy futni tudjunk. És nagyon-nagyon lényeges ez a rész. Természetes, hogy a paraszimpatikus idegrendszer is ugyanilyen fontos, hiszen ő lesz az, aki, amik után megnyugodtunk, segít helyre rakni mindent, amit menekülés vagy támadás során átalakítottunk, és ennek a hatására fogjuk a megoldási szakaszban érezni a kimelegedett végtagokat, és fog helyreállni az anyagcsere és minden. Azért hívják még vagotónnak, meg vagotóniának a paraszimpatikus idegrendszer hatását, mert a tizedik pár agyideg, a bolygóideg vagy vágusz az, ami a fő idegi vezetése a paraszimpatikus idegrendszernek. Nos, tehát látjuk, hogy idegi szinten van egy tudatos, és mondjam azt, egy szervi szintű beidegzés. Minden szervünknek van szimpatikus és paraszimpatikus beidegzése természetesen, mert tudnia kell egy bizonyos szervnek egy adott alarm reakció alatt neki mi a dolga. A hormonális irányítás viszont egy olyan irányítás, ami nem idegpályák útján történik, hanem mondjam azt, hogy bizonyos fehérjékkel, enzimekkel, idézőjelbe teszem úgy, hogy mondjuk vegyi anyagokkal. Tehát ez egy anyaggal történő irányítás, a másik meg egy árammal való irányítás, hiszen az idegi irányítás azt jelenti, hogy az ideg
rostok mentén egy depolarizációs hullám megy végig a megfelelő irányba, és ott azonnal tud létrehozni változást. Míg a hormonális változás az nem ilyen prompt, nem ilyen azonnali, itt időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a változás létrejöjjön, és időnek kell eltelnie annak is, hogy a változás leállítsuk. Tehát mondhatnám ez olyan, mint egy óceánjáró, lassan indul el, és utána a megállását is már idejében el kell kezdeni, hogy meg is tudjon állni. A kettő viszont nagyon-nagyon értelmesen és nagyon-nagyon gyönyörűen van összehangolva. Mégpedig egy apró picike szerv által, és itt látjuk itt ebben ezt a kis babszem alakú szervet, amit úgy hívunk, hogy agy alapi mirigy. Most ha elképzeljük, hogy nagyjából az agy alap, itt van a csontos agy alap, itt látni fogunk egy kicsike bemélyedést, tehát egy nyereg alakú csontrészt, amit török nyeregnek is neveznek, majd folytatódik ez az egész agy alap, itt jön létre az öreg lyuk, és majd folytatódik a kis aggyal és a tarkó tájon felfelé már kívül a koponya. Csak azért mondom el, hogy megértsük, hogy itt egy nagyon fontos, egy életfontos szervről van szó, ezért is van neki csontos védelme, ez a török nyereg vagy cella turcica az anatómia könyvben. Na most az agyalapi mirigynek a hatásairól már volt szó egy párszor. Tudnunk kell, hogy van egy adenohipofizis és egy neurohipofizis része. Tehát az adenohipofizis az a sárga mezőhöz tartozik, az entodermális részhez, a neurohipofizis viszont ektodermális részhez tartozik. Ebben az ábrában nagyon jól láthatjuk, hogy még résznek mire van hatása. Az agyalapi mirigy elülső lebenyéből, tehát az adenohipofizisből származó hormonoknak a hatása a következő. Lesz olyan, ami hat a herére és a petefészekre, vagyis az ivarmirigyekre hat. Lesz olyan, ami a növekedésre hat, tehát a csontra, az izomra, még a májra is, hogy a megfelelő anyagokat a növekedéshez adni tudja. Lesz olyan, ami a szoptatást fogja elősegíteni hormonálisan, lesz olyan, ami a mellékvesekéregre fog hatni, illetve a pajzsmirigyre ható hormonok. Ez mind az elülső lebenyből. Most csak a szerveket mondtam el, aztán majd jönnek az elnevezések. A hátulsó lebenyből lesz újabb a szoptatásra ható hormon, tehát az emlőre ható hormon, lesz a sima izomszövetre, a mély sima izomszövetére ható hormon, illetve lesz a vese működésre ható hormon, ami nyilván a vízháztartást fogja legmagasabb szinten befolyásolni. Nézzük akkor, hogy ezek a hatások milyen nevű hormonokkal valósul meg. A pajzsmirigyre már tudjuk jól, hogy a tireoid stimulátor hormon fog hatni, vagyis ez egy előhormon, ami az agy közvetítésével jut el a pajzsmirigyhez, és ennek hatására fog a pajzsmirigy még több és még több tiroxint előállítani. Ez egy úgy hívjuk, hogy trophormon. A TSH-nak az emelkedett szintjét mindig az okozza, amikor én a feszült idegállapotban megélem azokat a konfliktusokat, amelyek a pajzsmirigy túlműködéséhez szükségesek. Az ACTH, adenokotrikotrophormon nevéből is adódik, hogy a mellékvese kéregre ható hormon, ami fokozni fogja a kortizon szint emelkedést a megoldási szakaszban, amikor a mellékvese kéreg már a megoldásba megy. Erről már volt egy webkonferenciánk, ha emlékszünk rá, aminek azt a címet adtam, hogy rossz úton járok. Az LH az luteinizáló hormon, az FSH pedig tüszőérlelő hormon. A follikulus stimuláló hormon lesz az, ami érleli magát a tüszőt, és a luteinizáló hormonnak a kiugrása lesz az, ami megrepeszti a tüszőt, és megtörténik a tüszőrepedés az ovuláció a megfelelő időpontban. Tehát ennek az irányítása ide tartozik, kérem szépen. Az egy másik dolog, hogy a petefészeknek vannak saját hormonjai, amelyeknek a termelésére ezek hatni fognak. Amúgy a férfi hormon termelésre is hat, a luteinizáló hormon és a follikulus stimuláló hormon is, lásd a férfi bajokról szóló összefoglalóban.
A növekedési hormon, amit mi még szomatotrop hormonnak neveztük, most már growth hormon, angol kifejezést is használják, ez, amit látjuk, az hat a csontokra, az izmokra, na ennek direkt hatása van. Ez nem egy trop hormon, hanem ez, ami innen származik, ez direkt hatni fog a növekedésre, és természetesen megfelelő konfliktusok kellenek ahhoz, hogy a növekedés túlzásba menjen. A prolaktin, már LTH-nak is rövidítik, az a hormon, ami viszont akkor termelődik, ha én etetni akarom az egész világot, és ez segíti azt, hogy a tejtermelés fennmaradjon. Természetesen ahhoz, hogy a gyereket táplálni tudja az anyja, erre a hormonra szüksége van, tehát amikor ebből a hormonból túltermelés van, akkor ne csodálkozzunk, ha nem jön össze a baba, és meddőségről beszélünk, de erről is volt szó, nem csak a női biológiai programok, hanem a menstruáció szóló webkonferencia előadásban is. A neurohipofízis egy nagyon érdekes rész, mert itt két hormonról beszélünk, az oxitocinról és vaszopresszinről. Az oxitocint és vaszopresszint ki fogom külön részletezni a továbbiakban. Hammer doktor tudományos táblázatában az agyalapi mirigyről ezt a részt látjuk csak. Itt arról van szó, hogy ugye konfliktus, mely során azt éljük meg, hogy túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk a falatot. Nyilvánvaló, hogy ez mire fog hatni? Hát arra fog hatni, hogy a növekedésünk beindítson konfliktus aktív szakaszba, elindítja a szomatotrop hormonnak a termelését, és a növekedésünket fogja megtámogatni. Ez csak egy személyes észrevétel, hogy ugye a családokban a második gyerek mindig magasabb, mint az első. Mert ugye ő a kicsi, amikor megszületik, és ő nem tűri, hogy a nagyok parancsoljanak neki, és igyekszik túlnőni rajta. Ha ebben a törekvésében nem törik meg természetesen, mert ha ebben megtörik, akkor igencsak sovány és vézna marad az a gyerek, ha túlzott önleértékeléseket fog megélni. Ugyancsak a másik hormonról is beszél Hammer doktor, amikor is a prolaktinról beszélünk, ugye konfliktus, melynek során a gyermeket vagy a családomat nem tudom táplálni. És amikor ez áll fenn, akkor a prolaktin szint fog megemelkedni. Nyilvánvaló, ha ez sokáig fennáll, akkor úgynevezett hipofizis adenóma fog kialakulni, vagyis ezeknek a sejteknek a túltermelése lesz jellemző. De azt se felejtsük el, hogy hipofizis adenómát akkor is lehet teremteni, hogyha nekem az a szokásom, mert ezt láttam anyámtól is, hogy mindenki, aki bejön hozzánk, azt kéri, nem kéri, tetszik, nem tetszik, mi rögtön megkínálom valamivel. Nézzen, most sütöttem ezt a palacsintát, kóstolja meg. Vagy éppenséggel. Várjon már, mert mindjárt kiszedem a sütőből a almás pitét, és meg szeretném kínálni. Tehát akikben ilyen mélyen dolgozó, mondjam azt, hogy ösztönök uralkodnak, azok legyenek egy kicsit figyelmesek rá, mert ezzel a hozzáállással azt fogják elérni, hogy magas lesz a hormonszint, és nem jön össze a baba. Itt van fokozott prolaktin hormonszint lesz a konfliktus aktív szakaszban. Nyilván, amikor megoldódik a konfliktus, akkor már ezeknek a hormonoknak a termelése visszafogott lesz. A hipofizisnek a hátsó lebenye, az mondtam, hogy ez egy külön érdekes történet, mert ezek a hormonok nem is a hipofizisben, itt van a hátsó lebeny, hanem magában a hipotalamusban keletkezik. Itt van a nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis, ami az a két része a hipotalamusnak, ami ezeket a hormonokat termeli, és azok csak ide érkeznek a hátsó lebenyben, vagyis a hátsó lebeny csak tárolja ezeket a hormonokat. Antidiuretikus hormonnak vagy vazopresszinnek nevezzük azt a hormont, ami a legmagasabb szinten szól bele a vízháztartásba. Antidiuretikus, vagyis vizelet ellenes, vizelet kiürítést gátló hormon, ez az egyik megnevezése. A másik meg, hogy vaszopresszin, pontosan azért, mert érszükületet is okoz. Tehát többféle hatása van ennek a hormonnak. A lényeg az, hogy megvéd a
túlzott vizeletürítéstől, és hogyha nincs belőle, akkor nyilván elvesztjük a vizeletet, és tegnap is szóltam már erről, hogy diabetes insipidus, vagyis az íztelen átfolyás, mert régen azért az orvosok a 19. században, hát ha nem volt gennyes és zavaros a vizelet, akkor megkóstolták. És ugye két esetben van kóros vizeletürítés, az egyik ez az íztelen átfolyás, amikor a diabetes insipidusról beszélünk, a másik viszont az édes, a diabetes mellitus, a cukorbetegségnek a jele, mert ugye amikor a vizelet több cukrot tartalmaz, már mint amit a vese vissza tud szívni, akkor azt kiereszti, csak hogy a cukor viszi magával a vizet is, és ezért nő meg a kiürített vizeletnek a mennyisége cukorbetegség esetén, ha magas a vércukor. Ennek az ilyen embereknek, akiknek íztelen átfolyásuk van, azért kellemetlen az életük, mert 5-25 liter vizet is megisznak egy nap, és ugyanannyit vizelnek is. Ugyanakkor, ha a vaszopresszinből túl sok van, akkor viszont létrejönnek a vizenyők, teljesen normális. Szerepet játszik még az egyén védekező viselkedésében. Itt jön az, hogy egy agresszív magatartás, amiről tudjuk, hogy a bosszankodás és identitás konfliktus, azt hormonálisan megtámogatja még a vaszopresszin hormonnak a túltermelése is. Persze itt minden már a mi érzékelésünktől függ. És van még egy nagyon érdekes dolog, ami az, hogy az idegrendszeren belül a vaszopresszin és az oxitocin visszahat. Én tehát ezért mondtam, hogy a dolgok oda visszahatnak, és befolyásolja azt a magatartás formát, ami szükséges számunkra az adaptáció érzelmi szinten, egyáltalán a társadalomba való beilleszkedéshez. Ebben már az amigdala és a hipofízis mellékvese tengely is részt vesz a vegetatív idegrendszeren keresztül. Tehát van itt még bőven mit kutatni és mit megmagyarázni, csak azért vetek fel ilyen orvosi információkat is, hogy lássuk, hogy azért a dolgok sokkal, de sokkal bonyolultabbak, mint ahogy azt első nekifutásra gondolnánk. A másik hormon az oxitocin, a gyors szülés görög szóból ered az elnevezése. Igen, mert ugye tudjuk jól, hogy amikor elhúzódik a vajudás, akkor infúziót kötnek a vajudó asszonynak a vénájába, és abba oxitocint fog kapni, pontosan azért, hogy felgyorsítsa a szülést, mert az oxitocin segít a szülés megindításába, a mélyzomzat összehúzódásába, de ugyanakkor az anya-gyerek közt is szoros kapcsolat kialakításában is. Na most az oxitocin termelődik ugye a szoptatás közben, és ezáltal segíti a tej kiürülését. Ugye a prolaktin a tej termelését, az oxitocin pedig a tej kiürülését segíti, hogy a baba táplálékhoz jusson. De ugyanakkor tudnunk kell, hogy boldogsághormon is az oxitocin, mert segít a stresszoldásban, nyugtató hatása van, és a félelemérzetet csökkenteni tudja. Javítja a hangulatot, a memóriát, a szociális viselkedést. Hiába tetszenek patikába menni, vagy orvoshoz, hogy írjon föl nekem oxitocint, nem fognak fölírni. Egészen véletlenül ezzel nem foglalkoznak. Az oxitocin felszabadulást viszont mi is megélhetjük, meg tudjuk teremteni magunktól, ehhez csupán boldogoknak kéne lennünk. Alapból azt kellene keressük, hogy a pillanatban mi a jó, és nem mindig az, hogy mi a rossz. Tehát amikor boldogságban, békében, egyensúlyban élünk, akkor az oxitocin felszabadul, főleg az orgazmus során. Érdekes, nem csak nőkben, hanem férfiakban is felszabadul az oxitocin, és ehhez az kell, hogy mindkét fél kölcsönösen vágyjon az érintkezésre. Lefordítva, amikor egységélményt élünk meg, akkor igen, felszabadul az oxitocin, vagyis ez az élmény még egy hormonális pluszt is ad, ami tovább segít fenntartani magát ezt az érzést. Na most, ha valaki akaratom ellenére rám csimpaszkodik, abból szorongás lesz, és nem lesz belőle oxitocin termelés. A oxitocin mellett természetesen más hormonok is felszabadulnak a szerelem hatására, ez a feniletilamin, a dopamin, ezek szintén szerepet játszanak a hormonális, az érzésnek mondjam a hormonális megtámogatásában. Erről az irányító központról, amit a
karmesternek is nevezünk. Én ennyit szerettem volna röviden összefoglalni, hogy lássuk, hogy mennyire tökéletesen vagyunk összerakva, amikor valamit, hibát találnak a labor leletekbe, akkor abból nem azt kellene levonni következtetésként, hogy mit adjak, hogy eltűnjön ez a dolog a szervezetből, mert ez biztos oda nem kell, mert túl sok van belőle, hanem azt kellene megkeresni a laborleletek mögött is, hogy mi a kiváltó ok. Mi a kiváltó ok, és akkor, ha azt megoldjuk, akkor a laborleletek maguktól rendeződnek. Mindenki magától fogja rendezni a laborleletét, a koleszterin szintjét is be fogja tudni állítani tökéletesre, ha végleg leáll az önleértékeléssel. Mert csak attól lesz magas valakinek a koleszterin szintje, ha önleértékelést él meg. A medicina is elismeri, hogy táplálkozással nem tudjuk igazán befolyásolni a koleszterin szintet, de érzelmileg igen. Na most akkor, ha helyre tesszük önmagunkat, és tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor mindenkinek rendben lesz a koleszterin szintje is. Tehát erre gyógyszernek nevezett vegyszert szedni nem elég körültekintő. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek a koleszterin szedésnek a káros hatásait nagyon szépen kidomborítják, de ezeket igyekeznek elhallgatni. Én azt mondom, hogy a germán gyógytudomány, ahogy Hammer doktor mondta, orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Amikor hajlandók vagyunk a gondolkodásunkat átalakítani, vagy az ismereteinket kitágítani előítéletek nélkül, akkor fogunk abba az örömbe megérkezni, ahol már az oxitocin szintünk is tökéletes lesz. Szóval a germán gyógytudomány remélem a mai este is bebizonyította mindenkinek, hogy reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és valódi tudomány pontosan ezért, mert ez a reprodukálhatóság a tudományosságnak az alapismérve. Mint jeleztem, már nem kellenek statisztikák ahhoz, hogy valamit kitaláljunk, mert ha mindent megteszek, akkor meggyógyulok, ha félig meddig teszek meg valamit, akkor félig meddig se fogok meggyógyulni. Az öt természettörvény szerintem ötödikes gyerek színvonalán is már megérthető, és az embriológiából pedig egy laikusnak annyit kell csak tudnia, hogy ez azért van úgy, mert abból a csíralemezből származik. De végül is a megoldáshoz a csíralemezeket sem kell tudni, a megoldáshoz azt kell tudni, hogy nem újjék el nap a haragunkkal, zárjuk le a mai napunkat is békével, vidáman, ebben próbálok segíteni akkor, amikor a kérdéseket megválaszoltam. Köszönöm mindenkinek a figyelmét!